Hullala, ezt nézzétek meg! Topi! Te nézz oda, hallgat a nevére. Topi! Hány kutya, ezt nézzétek meg. Figyeljetek, ki tudna kiszállni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na, ne kapirgald. 8, na, 13 kutya. Majd nézed jobbra is, hogy lehet a kézivásárhely fele, lesz egy kis panoráma vagy valami. Jaj. Hát itt vagyunk fent a hegyek tetején. Hogy kérjem el tőled, Dóri? Itt jobbra csodál, valami csodálatos az erdő. Ezt nézzétek fel, ez a milliógyi szín, kombináció, variáció, hogy a természet mire képes, egyszerűen fantasztikus ez. Ez gyönyörű. És mintha a utunk folytatása lenne ott lent a mélybe az aszfalt, de hát addig még azért sokat kell mennünk. A messzeségben meg látom, a másik oldalt ez a Répát hegység. Nézed, jobbra ott a kutyákat majd mutathatok, Babi. Az a Répát hegység, ott már vannak 1400 méter fölötti csúcsok is. Itt meg a juhász kutyák. Az egyik jön és a kocsit letámadni. Gerenda lóg a nyakába. Na, talán elmaradnak. Jön a többi. Szemből. Jó, van itt annyi kutya. Ezek szerintem nem is ránk, hanem a többi kutyára jönnek. Nézzétek, két juhász is van itt. Új, de jó látvány ez. Nézed, Dóri, itt tudsz egy fotót is csinálni. Látod? Ugye csak? Ott az. Ajajajaj. Na basszus, én összehoztam a kutyákat. Majd elintézik. Adj csak ide. Ajajajajajaj. Ú, basszus, mi lesz ott? Lehet egy ilyen kutya falkába azért. Ezt nézzétek meg, mennyi kutya van. Vagy 20. De annyira nem bántják egymást, azt nézem. Csak megugatják egymást. Két csapat két felé válik. Hát nem volt nagy cirkusz. Na. Jó van. És gyönyörű látvány van előre. Na, menjünk tovább, Babi. Dóri. Elnézést, féltem, mondom, összeverekednek, de hát csak megugatták egymást. Mondom, nehogy a pásztor még morogjon ránk, de hát szerencsére nem, mert nagyon nem is vergődtek velünk. Úgy voltak vele, hogy egy csapathoz tartoznak. Mondtam, nézd, a pásztor pont ad nekik enni. Nézem, mit ad nekik enni? Kenyere? Féltem, hogy mondom, összeverekszik a két kutya falka, de hát csak megugatták egymást. Egy csapathoz tartoznak végül is, a medve az ellenség, nem? Na, mondja a juhász, hogy igen. Ez a kicsike meg lemarad a finom falatokról. Na, Isten áldja, bátyám! Na, mutasd, Dóri, hogy milyen úton megyünk lefele még tovább. Viszlát!
száma, ahogy lehet látni ugye az utat, ami megy ugye a kászonok felé. Ó, de szép a panoráma, te! Azt a meg! És annyira nem is volt rossz ez az út. Hirtelen, ahogy itt elfogyott a két út csíkja. Nem mondom, hogy fogunk itt tovább menni, de hát tovább tudtunk jönni. Szerencsére. Hát majd még ebbe a völgybe itt balra be kellene menni, nem? Dóri, mert nézd meg, ez gyönyörű, nem? Igen. Hát az nagyon szép az a völgy, azt a neki. Nem tudom, milyen lehet az út. Na hát az majd egy következő kirándulás lesz, remélem akkor is velünk tartotok, mert nem kell itt tényleg kijön az ember most ilyen messzire, Székelyföldre, azzal tölti el az idejét, hogy ide-oda mászkál, elmegy, hát tőlünk is azért nincs a szomszédban a Békásszoros, vagy Szováta, tehát aki szereti a természetet, annak nem kell az, hogy legyen neve a hegynek. Igen, ott folyik ide a kászonpatokat, csak Dórit csináljak egy fényképet. Aztán neki, de szép néz. Nos, hát az autó ketyeg itt mellettem, de ráközelítek a látnivalóra, mert most a Répát-hegységbe vagyok, most tökéletesen lehet látni a Felhőtengert, a Páratengert, mögötte ott a Csikihavasok, utána pedig a Hargita-hegység vonulata, és a Kászoni medence ködbe van, gondolom a Csiki medence is. És fönn vagyunk most olyan 1300 méter fölött egy kicsivel. Itt gyönyörűen süt ránk a nap. És megkérdezem a fiatal embereket, milyen volt az út fölfele? Hát nagyon viszontagságos, de túlélt a kocsis. Túlélt a kocsis, te mit mondasz, Pali? Nem volt gyenge. Nem volt gyenge? És a sofőr? Az jó volt. Sofőr az jó volt? A kocsi is bírta, a sofőr is. Én egy szoba foglalom össze, vakmerő. Vakmerő? Vakmerő. Hát nem, miért vakmerő? Hát én nem mertem volna megkockáztatni már a kocsi szempontjával. Hát de voltam már fent, tehát tudom, hogy hova jövök. A gyomrunk az bírta. Persze. Tetszett ez a filmünk is, és szereted Erdélyt, akkor kattints a YouTube csatornánkon itt a csatlakozás gombra, ahol különböző összegekkel támogathatod a munkánkat, hiszen mi Erdély gyönyörű tájait mutatjuk be nektek a filmjeinkben.
Köszönjük szépen, Dóri és Péter, erdélyi túrák!